Hare Krishna kedves bakták! A Krishna News 5. számával jelentkezünk, melyben szokásos módon Krishna völgyi, más magyar játrabeli és iszkonon belüli hírekkel szolgálunk. Nemrég tartották meg a Somogyváros melletti faluban, Somogyváron a helyi iskola évzáróját, ami azért érdekes számunkra, mert Sri Szarovár Mataji és Górosati Prabhu ezen alkalommal nyújtotta át két ballagú diáknak, Balogh Attilának és Orsós Noéminek a védikus kultúrájuk alapítvány által felajánlott tanulmányi ösztön miatt, melyel a középiskolai tanulmányokat támogatják évi 120 ezer forinttal. Az ösztöndíjat elnyert két diák és a többiek, akik szintén esélyesek voltak az ösztöndíj elnyerésére, jelenleg egy 5 napos táborban vesznek részt Krisnamörökben, hogy jobban megismerkedjenek a védikus kultúrával. Rácz Jenő, a volt egészségügyi miniszter és kedves felesége szervezésének köszönhetően a Veszprémi Buhinvölgyi Szalon, amely már 10 éve működik Bősze Ferenc ügyvéd vezetésével, meghívta Sivara Maharajot 100. rendezvényükre, hogy előadást tartson a Krisna tudat filozófiájáról, illetve Ráda Krisna Prabhut is, aki pedig Krisnavölgy öko jellegéről beszélt. Az előadásuk után bhajant hallgathatott a közel 60 fős közönség, majd pedig könnyed beszélgetést folytathattak a baktákkal a Krisnavölgyből hozott csemegyék kóstolása közben. Idén is megrendezésre került a Szekér Fesztivált megelőző Gundicsa Margyan. Július 4-én szombaton számos bakta vette kezébe tisztító eszközöket, hogy fényesre tisztítsa Krisnavölgy templomát és annak környékét. Külön örömet jelentett Rádésiának, hogy a környékbeli bakták is eljöttek segíteni, közben pedig 4 busszal érkeztek vendégek, akik nem győztek csodálkozni a sok takarító bakta láttán. 2 napot töltött Krisnavölgyben Narayana Mataji, Srila Prabhupada tanítványa, aki a Vrindávani Bhakti Vedanta főiskolán tanít, ahol főleg a Srimad Bhagavatamot oktatja és közös kutatásokat végez Gurdzsanokkal. Előadást tartott arról, hogy hogyan tanulmányozik Srila Prabhupada könyveit, illetve a Vrindávan dáma való belépésről beszélt. A tavalyi Harinám játrát a Szekér Fesztivál és a búcsú előtt az oroszországi bakták tartották 1 hónapon keresztül. Idén sajnos nem tudnak jönni, de remélhetőleg jövőre sikerül megszervezni a utazásukat. Bhaktipal Prabhu ennek ellenére azért tartott egy bemelegítő harinámot Debrecenben az ottani baktákkal a Szekér Fesztiváltól. Július 7-én tartották Budapesten a Szekér Fesztivált megelőző támogatónak vacsorát. A fesztivál szponzorinak szervezett vacsorán természetesen részt vettek a fesztivál főszereplői is, amúgy. Szokásos Bhajan csapat fogadta a vendégeket, majd indiai táncbemutatót is láthattak, végül pedig, de nem utolsó sorban Sivara Maharaj tartott előadást Jogananda-ról. A Ráta Játra Fesztivál idén is egy sokak által látogatott, sikeresnek mondható programja volt a magyar játrának. A felvonulás az urak szekerével, Dajalmitai Vijay Gaurangával és a táncoló Gopártól és Gopikkal zökkenőmetesen történt a Hősök terétől a Vörösmarty térig, ahol idén is a vegetáriánus gasztrosátortól kezdve a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola sátáig számos érdekesség várta az oda látogatókat. Néhány magyar bakta is részt vett a csehországi Krotivanóban megrendezett cseh és szlovák közös námadhat a táborban, ahol számos maharádzs is vendégeskedett, mint Kadamba Kánana maharádzs, Vivikra maharádzs, Danavir Das Goswami maharádzs és Bhakti maharádzs. Július 14-én került megrendezésre az Arató Fesztivál Krisnavölgyben. Idén Jagannath, Baladevi, Szubhadra is kilátogatott kis Rádésiának a búzatáblához, ahol a Prabhu serényen kaszálták a búzát, a többiek pedig összekötötték a levágott búzatalászokat, majd az új cséplőgép segítségével gyorsan megtöltötték búzatemekkel a zsákokat. A cséplőgép mellett a gyerekek tanáruk segítségével saját házi készítésű cséplőikkel a hagyományoknak megfelelően próbálták kinyerni a búzaszemeket. Visnye Széplakról és Ókuszta Szerről is érkeztek segíték, akik azért is jöttek, hogy megismerkedjenek gazdálkodási módszereinkkel. A nagy melegre való tekintettel az aratás végét az ökrök által hajtott aratógép fejezte be. A Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán, amelyen jelenleg 2 alapképzés folyik, Vaisnava Jogamester, illetve Vaisnava Teológia szakon, pótfelvételit hirdet, melynek jelentkezési határideje 2011. augusztus 15. Felvételire, vagyis a pótfelvételivel kapcsolatban információkat az alábbi linken található.